Na szevasztok! Na hát gyakorlatilag ugye tegnap azzal fejeztük be itt a melódiát, tegnap előtt, pontosabban, hogy végeztem itt a szántással. Na most viszont tegnap előtt még nagyon agyaltam a dolgokon, de most már kitaláltam, mert ugye aludtam rá kettőt is, hogy mi is legyen, úgyhogy arra a döntésre jutottam, hogy ezt a földet én itt eljutottam idáig, hogy megszántottam, és annak rendje módja szerint el fogom adni a gyászba. Mert céljaim szerint ezért a földért, amit kapok, ennyi, ez 247 ezer pénz, eladás, így, és meg tudom venni 231-ért a szárítót. Így már enyém a szárító és a területe, úgyhogy egy szavam sem lehet, megmaradt 436 ezer forintom. Ami mellett arra a döntésre jutottam még, merje, gyorsan ide. Nem tudom átugrani a kerítést. Berent hagytam a rábát. Ajaj, februárban úszok a kanálisban, na de se baj. Na. Szántást igényel. Megtrágyázott 0% szántást igényel. Jó. Na tehát ezt a földet meg fogom venni. Ugye az előző részben ott már vettem vetőgépet. Úgyhogy van ekém. Semmi gond, semmi akadálya. Hát ezt hazaviszem. Mindenek előtt. Meg akkor jövök az MTZ-jér is. Hát azt nem tudom még, hogy fogom hazavinni az MTZ-t a falpríték készítő. Ja, de hát a falpríték készítő az bérelt, úgyhogy ez, azt már vissza is tudom adni így, ahogy van. Ugye, mert az csak egy bérelt cuccmány nudli. Hogy visszatérítés, így. Ja. Földek. Ezt a földet, ezt mindahogyan meg szeretném venni. Jó. Mert az ott van a seggem alatt. 135 ezeren maradt, az azt jelenti, hogy még lesz maradt pénzem. Le akarok tenni egy hígtrágya vásárlási pontot, egy hígtrágya locsolót, egy hígtrágya tartályt, plusz egy kombányra be akarok ruházni. És majd kiderül a pénzem, hogy alakul. A szállítót azért vettem meg, mert zab. Az előbb megnézegettem, még mielőtt elindítottam a videót. Megnézegettem, és úgy tűnik, hogy a zab szárított formában az fog a legjobban fizetni nekem, de mindjárt meg is mutatom, hogy mit is, miről is van szó. Ennyi. Minden föld le van szépen meszelve. Nem jön semmi, jó. Itt picit. Jó. Nem okozott nagy gondot. Nem fogom most műtrágyázni azt a földet, hanem először. Basszus, nincs hova raknom a izét. Bár mondjuk annak nem nagy hely kell a hígtrágya vásárlási pontnak, úgyhogy azt szerintem le tudom rakni a telephelyen bárhova. Ugye már mögötte, ahogy előtte csináltam, ott mögötte az a föld, az a pici föld, az nem az enyém. Ahova eddig tettem. De az felesleges lenne, túl nagy luxus lenne megvenni abból a célból, hogy lerakjam majd, hogyha szerves trágyát is akarok szórni, bár mondjuk az lenne a legcélszerűbb, szerves trágyát szórni a földre, de hígtrágya vagy szerves trágya most végül is ebben az esetben én eltekintek ettől a
hogy a szerves tárgyas sokkal jobb lenne, főleg így szántás előtt. De hát, ha nem min a kettő együtt, akkor nem min, mert az elég komoly beruházás lenne. Itt hagyom egyelőre középpen az úton, és akkor elhozom az MTZ-t is. Így. De meg forduljon meg felé. Fédni. Na várjál. Akasz le. Hoppá. Vissza. Akasz le. Így. Aztán fordulja meg felé ügyesen. Ez a föld, ez fedezte gyakorlatilag a, ugye a szárítónak az árát, szárító és a területének az árát. Igaz, hogy mindahogyan el kell jönnöm erre is, így is, úgy is. Az a föld az valamivel nagyobb. És akkor így, így, én így gondoltam, hogy ez így jobb lesz. Na, menjél te meg már egyenesen, ne izé kígyózzál össze-vissza. Lassabban, úgy. Mondjuk a kölcsönömből még egyelőre nem fizettem vissza semmit, most egy ideig talán nem is lesz rá módom, mert még úgy kell gondolkoznom, hogy egy egyebekre kell költenem. Sajnos, tehát máshogy nehéz egyről a kettőre jutni. Itt a kitöltő, ugye annak a útkocsi a jele, mindjárt kell egy izét is, meg kell esnem, hogy melyik is a jele a betöltőnek, tehát hogy... Aha, ott, ott van, látod? Mert van egy olyan hígtrágya töltő egység, ami üres is bele tudsz tölteni anyagot, tehát tárolni tudsz benne, meg van egy, amiből vásárolni tudsz, én nekem a vásárlós pontos kell. Azt mondja, hogy építkezés. Odani. Hát oda berakom, oda be is tudom tolni szépen a hogy hívják, ott nem akarom oda a házhoz rakni. Ide, ide, szépen ígyni. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy hol van, Silóknál talán. Ez az. Nem, ez tároló. Akkor termelés. És akkor... Búj. Tehát ez lesz az. Na forduljál. De nem fordulsz. Így. Elméletileg ez nem módosítja a földet. Ennyi volt? Ez nem is... Úúú, 20 000 pénzt vett ki a zsebemből. A fene. A jó dolgát. Na, és akkor, amit nem itt, hanem a P betűnél van. Megveszem a hígtrágya lotyolót. ATS. Ó, ez jó. Ennek az ára az 4950, 12 köbös konfigurálásban nem fogok csinálni semmit. Esetleg, hogy minden így. Jó.
Nem akarom növelni az árát semmiféle konfigurációval. Kerékbeállítás, minden maradhat, jó. Így. Igen, amit még esetleg érdemes lenne még így az elején vennem. Mennyibe kerül a kombány? Vegyem meg, és akkor adózzak utána. Vagy pedig várjak egy kicsit, mert egy hamstert lehet, hogy kéne intéznem. Mert ugye a szalmát azt utána, de lehet, hogy ez jobban járok, hogyha majd inkább bérlek egyet. A szalmát összeszedni, majd akkor, amikor eljön az ideje. Mivel lehetne pénzt keresni? Ugye most februárban, március, tehát a vetés ideje jön. Mondjuk nekem nincs olyanom, hogy vetőegység, tehát vetőmagot le tudjak, ilyen vásárlási pontot lerakjak, mert ugye itt van minden a kezemnél. Úgyhogy szerintem egyelőre ez így elég is. Várjál. Fölösleges luxus lenne kiadni a pénzt. Mondjuk egy trágya domb, vagy mi ez? Építkezés, várjál. Termelésnél, ugye itt volt ez a izé. 25 ezer. Meg kb. 20 ezer a izé. Ez is egy vásárlás. Hát azt mondjuk ezt konkrétan le se tudnám helyezni sehova. Ugye? Pedig jó lenne. A szerves trágyával tudnám szórni már a disznósorat nem akarom eladni semmiféleképpen. Mert... akkor ugye? Mondjuk 25 ér, hogyha én ezt megveszem, akkor szerves trágyát tudnék szórni, ami valósághűbb lenne. A földnek is jobb lenne, nem kéne baszakodnom itt a műtrágyával. Még maradna egy kis pénzem a kombányra is, de nem akarom, nem ki... Az a baj, hogy 110 ezerrel megint csak ott vagyok, hogy nem tudom, hogy mire költsem. Érted? Nem érdemes ezen agyalni. Miért lép ez ki teljesen? Nem tudom, miért lép ki teljesen. 20 ezer pénzbe fáj. Műtrágya, trágya, szóró. És akkor ezen sincs. Ez is csak pénzt hoz nekem, ugye? Marad 62 ezrem. A kombányomhoz van vágóasztalom. Gabonadapter kocsival. Jó, megveszem én a kombányt is. Miért mindig ízképet nyomok? Megveszem én a kombányt is. Jó, rendszám tábla. Nincs. Csak hátsó. Jó, erre nem számol föl pénzt, úgyni. Vásárlás, 50 ezer. És akkor jó dolgokra kötöttem el a pénzemet, maradt 12 ezrem, és a vetőgépem nincs megtöltve. Se a trágya szórom. Ajajaj. Lehet, hogy egy kicsit elszámoltam magam. Nem kicsit, viszont nagyon. Na mindegy, azt tudom csinálni. Húha, most egy picit nagyon elszámoltam magam. Jó.
2000-es a vetőgépem, az azt jelenti, hogy 5000 a mag, nem, 4000 a mag. 4000 mag fér bele, és 3000 műtrágya. Azt mondja, hogy vetőmag. Ebből 4-et, ha veszek, 1, 2, 3, 4000. Így. Jó, és akkor műtrágya. Húha. Ebből meg 3000 fér bele. Hát rendesen kikukázok magam alól. De most legalább már megvan minden. Mondjuk a... Nem tudom, mindjárt meg kell néznem a izét, hol rakjam ezt a pultkocsit. Kéne valahogy állnom, hogy ne legyen útba. Igaz a szerencsém, hogy elő van messzelve a föld. A úrgazda az megcsinálta. Megnézem, hogy mennyibe kerülne. Á, mi? Merre néztem el? Ja, el van tekerve a kormányom. Most már semmi pénzem nincs. És elálltam az utat is a bejutáshoz. Majdnem. Úgyhogy itt szűkösen, de be lehet jutni. Ilyenre már nem is maradt pénzem, hogy talajfestés. Plusz szerintem át fogok menni. Mínuszba. Huha, huha. Jó, elég már. Hova számolsz? Nem kell annyit levonni. Úgy, jó van. Hát itt szépen kiférek én. Ez így lett kitalálva, ugye? Jó. Most nincs semmi bérmunka. Hogy a francba van ez? Hát, hogy kéne aludnom egyet, mi? Hol vannak a bérmunkák? Nincs semmi bérmunka. Hát akkor viszont mennyi az idő? Este 4:30. Picit rágyázok, aztán lehet, hogy lefekszek aludni inkább egyet. Hát, ha lesz reggel bérmunka, mert hát így ebből nem lehet megélni, gyerekek, most elszámoltam magam. Mi a fasz? Nem vettem meg ezt a földet? Dehogy nem megvettem. Hát akkor meg mit dumál bele ez a nyomorék? Várjál, most emiatt kell visszamennem. Égni. Hát még egyszer nehézkesen fogom megtölteni. Húha. Hát legfeljebb eladom a kombányomat, amúgy is úgy terveztem, hogy csak később fogom megvenni. Más nem, akkor majd a betakarítás idejére inkább bérelni kell, vagy bérelni fogok. Így, kiér a szélére is, ilyen faszán, hogy a szerves trágyának párja nincsen.
a fő, és már megint havazás mutat estére. Bedüllőzöm ezt a felét is. Akkor nem kell gondolkoznom azon, hogy a fa a szélén az gondot fog okozni. A franc, hogy nagyon ki van számolva a pénzem. Mondjuk úgy. Ki van számolva, azt a fenét van kiszámolva, jó el van baszva. És így most aztán nagyon oda kell figyelnem minden egyes eurócentre. Földet is úgy kell szántanom, hogy minden egyes négyzetcentiméterét ki kell használnom. Jó, mert ez a szerves trágya mennyiség, ez nagy valószínűséggel elég lesz erre a földre. Szerintem. Senki nem mondhatja, hogy cheateltem a játékot, mert gyakorlatilag mindenki így kapja meg a térképet. Állj meg! Hova mész te arra? Nézd meg, ott egy fél traktornyomot akarok én kijebb menni. Így. Ez meg már sok. Hogy baszódjál meg. Így, erre bejebb. Jó. Jó. Így, igaz? Kb. Úgy. Jó. Így akkor kimegyünk a szélére. Passzán kiér. Odaadhatnám ugye cosplaybe is, hogy csinálja meg a melós, de akkor én mit csinálok? Szerves rágya, jó kis gilisztás, főd lesz, föl lesz lazítva. Ajaj, lesz itt nekem olyan zab, vagy árpa, vagy mit mondtam az előbb, majd mindjárt megnézem. Melyik is az, amelyiket megéri. És szárított formába magasabb áron fogom tudni eladni. Ha lett volna területem, éppen most néztem, akkor ugye 50 000 pénzért meg tudtam volna venni a szárítót, de hát nincs területem. Mondtam, hogy... Ja, megvan. A... Nem ezt? Étni. Búza, árpa, zab. A zab megy a legmagasabb áron. Meg a repce. Aztán, de a repce az olyan mennyiségben olyan keveset hoz, úgyhogy marad a zab. És ennek a szalmájából is tudok pénzt csinálni. Ja, várjál. Zab, és hol az árpa? Az, ja nem, azt nem éri meg. Zab, mindahogyan zabot. Érdemesebb. Az 1-2 000 ér, vagy mennyibe fog kerülni nekem a bérlése a hamsternek. Még hogyha a, ide viszem a, hogy hívják hoz, szembe a az eladási pontra.
akkor is megéri eladnak. Ű, gyerekek, lejtő lefelé megindultam rendesen. Lehetne azt csinálni, hogy már jövök kivetni a rábával szántani, de hát még teljesen felesleges. Pedig mindahogyan, akárhogy gondolkozom, át fogok menni mínuszba, bassza meg, mert hogyha most alszok egyet, akkor izé lesz. Ugye jön az adó, a levonás. Minek vettem meg ezt a kurva kombányt, nem tudom. Ráértem volna megvenni. Az a baj ugye, hogy itt ezen a fokozaton, ezen a nehéz fokozaton már a betakarított gabonának a megvásárlási ára is olyan alacsonyra csökken. Hogy igencsak agyalni kell. Hogy mit is csináljak. Meg jó, hogy van. Jó erőben van ez az MTZ. Igaz, hogy kormon rendesen, de attól függetlenül jó erőben van. Még. Üha, mindjárt lekapcsolják a villanyt. Üha, oly. Csúszik a trágya. Hogyha esetleg látjátok és kérdezitek, akkor ne kérdezzétek, válaszolok. Igen, által mókol vennek a trágyaszórónak a szúrási szélessége. ...18 méteres, ugyanúgy, mint ahogy a híg trágyái is. De a módpakban benne van. Ami már a tagok részére elérhető. Ő ott egy lik. Egy gödör. Most mentem bele, de nem olyan veszélyes, jó. Ilyen gödrökre emlékeztem a 17-ből, hogy volt a térképen. De hiába smootoltam, úgy tűnik a földeket. Simítottam, nem mindenhol sikerült el. Hát nem veszélyes. Nem mindenhol sikerült teljesen elsimítani. Ugye mehetek aludni, mert most már tényleg lekapcsolják a villanyt, olyan sötét lesz, hogy aztán ne tovább. Nem fogok betalálni a telephelyre, mi? Alszok egyet, mínusz. Tudja, hogy átmegyek mínuszba. És
nem tudom, miért nem ad bérmunkát, holott bent van még ez a bérmunkajavító cuccmányudli is. Hogy a gépekkel jön ez a dinamikus... mit tudom én... szerződés, megújulás, vagy mi a túró ennek a neve. Több bérmunkát adjon. Ezekkel a gépekkel, de hát nem ad. Na se baj, hát hogyha azt nézzük, hogy mennyi mindenem van, és nulláról indultam. A legnehezebb fokon, úgy, legnehezebb szinten, úgyhogy egész jól állok. Már van egy nagy termőföldem is, hát még nem termő. Hát de végül is már termőföld, mert már teszek érte, hogy teremjen. Most ugye már minden adott, hogy termő legyen. Már a vetőmag is, meg minden megvan. Csak a belefektetett erő hiányzik róla. Nézd meg, és így elég a izé is, ganyi. Mondjuk, hogyha itt elindítanám a cosplayt, szántani. Úgyhogy alulra fölülre húznék egy dűlőt, és egy oda-visszás úttal elindítanám, akkor talán nem vinné bele a kanálisba a gépet, meg a föld szélén nem akadna el a fákba, de talán nem lesz útba. Vagy na. Mindegy, megcsinálom inkább én, nincs az elkésve. Jobban szeretem én csinálni, mert hogyha elrontom, akkor én tudom azt, hogy én rontottam el, és akkor hol és mit kell korrigálni. Ha meg a cosplay rontja el, akkor meg szídom a rokonnak a valagát. Néz ki így ez a kép. Mondjuk lehetne a holdnak hold formája. Új, és már habzik. Jó. Mondjuk nem gőzölög a ganyé, pedig kéne, hogy gőzölögjön egy kicsit. Na de se baj. Megyek aludni. Átjárok a szomszéd földjén, hát ha azt mondja, hogy jó van, akkor ne. Odaadom neked sokkal olcsóbban, csak ne tapasd össze, mert rossz nézni. Szűkös, de beférek. Semmi gond, ne izguljatok. Meg sem merem tölteni. Még azzal is menjen a pénz.
Ezekre nem sajnálom annyira a pénzt, mert ezek a fogják hozni, ezek vissza fogják termelni már most, ha akarom, de ugye a mi a fene az nem, a kombány, az majd csak augusztustól fogja nekem visszatermelni a lóvét, amikor elkezdődik a betakarítási szezon. Szezon. 8-ig aludhatok? Nem, inkább 7-ig. Égyni. Na. Gyönyörű lesz, márciusra behavezik. Ja, de nem, jó van. Nem marad meg a hó. Ez is csak nagy hűhó volt, a semmiért. Március. Zab. Eljött a vetés ideje. És már van izé. Ajajajajaj. Jó van, jó van. Mi a gyász? Mi van? Ezt el kell, hogy fogadjam. Megbízás, elfogadása. Igen. Gyapotot kell vetnem. Na milyen jó, hogy ezt a izét vetőgépet vettem meg. 31-es területre egy gyapotot kell vetni. 8000 pénzért. Ez most nagyon kihúz. Ide. Ó, oh, fasza. Úgyhogy vissza is veszem az időt. Hányason vagyok? 10-esen. Visszaveszem egy 3-asra. Hol van? Na, a 7-es gomb. Ígyni. Jó. Mert ott van mínusz 3. 307 eurón van. Ide örülök neki, hogy ezt a vetőgépet vettem meg, de viszont ez kultivális. Mondjuk az a hátránya, mert így a boronás vagy talajlazítós bérmunkákat elcseszem. Jó. Egyszer. Ne felejtsem átállítani gyapotra. Várjam, mert cigim meg ki akar esni a mutatóból. Most, hogyha nem adott volna bérmunkát, akkor ez szívás lett volna a sztori. Akkor tényleg nem maradt volna egy deka fillérem se. Vagyis centem. Így meg azért csak-csak lesz, és egy-két szóval végigezni akarok vele. Mert hát muszáj kell. Nekem van ugye még egy napom arra, hogy leszántsam a földet, meg bevessem. Bár mondjuk most, hogy megtöltöttem, nem tudom, hogy meg kell nézni a fogyasztást, mert gyapot újra kell töltenem a vetőgépet majd, úgyhogy sokkal előrébb nem leszek. A
magasabban. Így. Na, úgy van, ti meg menjetek itt izéval. Menő nyugati kocsikkal, mi? Én meg dolgozok. Se baj. Ez ebből áll. Mondjuk rakhatták volna ezt a földet közelebb is. De messze van még ennek a tején istálónak a megvásárlása 1.300.000 valamennyiért. Minek álltok meg? Tele a tanga? Az néz, ez is megáll. Ilyen riasztó vagy izé? Rába látványa, vagy mi? Mondjuk ez is egy jó befektetés lenne. A kukoricát silózni, és akkor a bégiát megvenni. Meg magát a bégia területét is megvenni, és akkor hogyha megvenném, ugye lehetne, az is jó lóvét hozna valószínűleg, de mennyi egy csöveském. Úgy. De húzok egy düllőt. Végig a szélére, bár ez is csalókám, ez a föld, mert ez is elég hosszú. Ah, jó van, nem lesz itt olyan magas a vetőmag és a műtrágya fogyasztás, hogy nekem itt össze kelljen tojnom magamat. Nem veszed észre, hogy milyen szélességbe dolgozol, öcsém? Így. Nem reklamál, úgyhogy jól csinálom. Na, itt is itt az út, hogy erre a felére is az egy gyűlőt, azt minimum célszerű megcsinálnom a forduló miatt. Nehogy összetűzésbe kerüljek itt az autósokkal. Nem venném a szívemre, hogyha összetörnék a rábámat. Nagyobb eséllyel törne össze a rába, mint személyautó. Ugyebár
Bár mehetnék még egy düllőt. És akkor abszolút nem lenne semmi gondom itt semmivel. Jó nagy terület van itt a BGA-hoz, úgyhogy ez is... Mondjuk ez már nem az. Ez is agyalós sztori. És mennyibe kerülne? Ilyenkor kell ezen gondolkozni, amikor az embernek nincs pénze. 225 ezer. Bár... Ha eladnám a szárítót. Jó, nem gondolkozok rajta. Egyébként azon agyaltam, hogy most miért is van ez 9,4-en? Hogy van ez 9,4 méteren, amikor ez csak 9 méteres ez a vetőgép? Egy, né, hát figyeljél ma oda. Na, egyébként azon agyaltam, hogy megvenni a BGA-t, eladni a szárítót, megvenni a BGA-t a területtel együtt, ugye értelemszerűen. A terület egy részén le lehetne 50 ezer pénzért helyezni a... 50 ér, várjál? Nézzük csak meg a izét. Építkezés, izibe. Konténer... Eszközök termelésnél itt van szárító, gabona szárító 50 ezerért le lehetne helyezni. Na jó, ez még a jövő titka. Mert hát ugye ez adja módba. És attól függetlenül, hogy itt le van pozícionálva. Akkor egy része még megmaradna itt kaszálónak. Lenne egy BGM, lenne egy szárítóm, lenne egy kaszálóm, amit viszont idővel vagy felszántanék, bár nagy területet nem nyernék vele, termőrészt. De mondjuk ott a helye, ott a táblája. Meghagyom én azt úgy, nem fogom átvariálni. Megcsinálom én becsületesen. Annak ott a helye. Ő 50%-ban már el van vetve a gyapot, te jó. A vető ma nem fogy olyan rossz arányba egyik sem.
lenne, és akkor így már nem is kell azon agyalnom, hogy emelgessem a vetőgépet. Ilyenkor már ugye rávetni nem vet rá. Na minden igaz. Nem, mert nem fogyott belőle, itt kezdett el fogyni, jó. Ó, de jó kis kép. Lehet, hogy erről csinálok is egy screenshotot. Így. Billag a rába is szépen, a fehér felni milyen szép, vagy ne a fekete felni, milyen szép fehér lett. Mágyaggőzös, mágyaggőzös. Na jó, ne énekeljél, Laci, mert még a végén copyrightot kapsz ért a kibaszott jó hangod miatt. De hát tényleg úgy korma, mint a mágyaggőzös. Mint egy gőzmozdony. Bár mondjuk az nem kormolt. Na dehogy nem. Aki azt mondja, hogy nem, akkor az rosszul tudja. Kicsit átmentem a izére, a fekete részre, tehát ahol már el van vetve a cucmány nudli, már is lekopott a fehér mész szín a felniről ott az előbb. Hogy itt ezen a felén megint meg lehet nézni, közben vissza kéne kapcsolnom a izét, vagy nézem majd, de hogy hívják van? Így. Az előre haladottságot. 68%. Olyan jó így nézni, hogy inkább nem kapcsolom vissza ezért a hudot. Ebből short anyag lesz. Short video. Na itt lehet majd látni, hogy mennyit kopik. Ugye? Hát mondjuk, látod ott a izén? Már kevésbé fehér. Akkor most mindjárt vissza fog fehéredni. Vagy csak nekem tűnt fel? Lehet, hogy csak nekem tűnt úgy. De nem, nézd meg. Még a végén túl teljesítem magam, mindjárt meg kell nézni megint.
Ugye annyi pénzem lenne, mint amennyi nincs, akkor lehetne még egy drávám. És már mehetne a szántás a saját földön. De hát nincs annyi pénzem, úgyhogy egyelőre ez van. Ezt kell szeressem. Nem, szeretni nem kell, csak elfogadni. Ugyanúgy, mint a templomba járás. Hogy hinni a templomba kő. Nem, ott se kell, csak ott szoktak. Állításuk szerint, ha-ha-ha. Mert aztán az se biztos ám, hogy mindent elhisznek, lehet, hogy csak a pletyka anyagért mennek a templomokba. Nem tudom, hogy hallottátok-e azt a viccet, amikor a székely öregasszony kimegy a piacra. Aztán mondja, hogy te meghalt a... Jó, várja, hogy nem, ez úgy van. Ja, igen. Székely öregasszony kimegy a piacra, aztán... Ajajaj, meghalt az uram. Erre a másik, hát mit csináljon? Egyből überelni akarja. Ó, hát az enyém kétszer is. Te meg ott fönn gyerek, ott tedd össze a kezedet, aztán imádkozzá, hogy legyen már egy kicsit több lóvém. Pikpak. Eddig még nem jól csinálod. Hiába raktalak oda. Eddig még csak nézelődsz. Közben úgy nézem, hogy a jobb felső sarkot, mint hogyha fizetnének érte. Hogy mikor írja már ki, hogy izé. Kész. Ó, még csak 90%. Jó, van, akkor egy konyar még lefelé megy. Biztosan. Jó, hát úgy, ahogy nézem, magból kell vennem két zsákot, műtrágyából meg egyet. Esetleg. De van még bérmunkavetés, úgyhogy lehet, hogy azt majd még el fogom vállalni, egy 2000-es, nem tudom. 2000-valány százas, mert most minden egyes... Ugye eurócentet meg kell fognom. Most már figyelem, azért nem is kapcsolom ki a hudat. Most az előbb, ahogy néztem, 80%-ot mutatott, amikor kiértem ennek a sornak, az előző sornak a végén. Utána most, hogy kiértünk a másik végére a sornak, az az alsó végére, akkor kiírta a 90%. Úgy most mindjárt ki fogja írni már, hogy 100%-ba teljesítve. Lehet, hogy erre a következő sorra még rá kell állnom, de már... Ah, itt van, jó van. Megbízás teljesítve, jó. Ah, basza. Összegyűjtés, és akkor itt van még egy vetéses. 49-es föld. Ami, hol a gyárban van, 45, ez jó messze van,
49-es föld, de ha már itt vagyok, akkor pikpak itt el tudok menni. És 5028 pénzért van. Ide várjál. Onionnal. Elég lesz ez a... Onion. Az a hagyma, nem? Vagy mi a picsa az onion? Onion. Vagy sárga répa? Mindjárt megnézem gyorsan. Előveszem a kisokost. Azt mondja, hogy... lehet, hogy ezt bevállaltam, mert ugye a krumplinál is az nagyon eszi a magot. Oni. On. Hagyma. Hűha. És mi annak az ikonja? Húha. Ezt kikapcsoltam a vetőgépet, na várjál, csukd össze. Így, és akkor... Ja. Azt mondja, hogy... Onion, ez az. Oda van írva. Hát remélem menni fog, elég fog lenni, elég lesz majd az a vetőmag. Ha nem, akkor pofára estem. Jó, mert ugye ebbe beleírtam kimondottan ez a térképhez minden vetőmagot. Ezt, hogyha ezt a vetőgépet berakjátok egy másik térképbe, ott is működik értelemszerűen. Csak hogyha logot nyomtok, akkor már mutatja, hogy hát ez a növény nem megtalálható azon a térképen. Például egy alaptérképnél. A 49-es föld, az nem egy olyan hatalmas föld. Na mennyi a csöveském? Úgy. Jó, mert még hogyha újra kell töltenem a vetőgépet, akkor is pénzemnél leszek. Hát egy picit fosok ettől az oniontól. Na de majd kiderül. Nem is tudom, ki jelezte, hogy hát itt van ez a kihasználatlan terület. Nem kihasználatlan ez, hogyha tudja hasznosítani valaki, akkor hasznosítsa. Be lehet ezt szépen, meg lehet művelni, meg lehet szántani. Itt a hegy aljáig, vagy ott a domb aljáig, ott van az izé, mapszél, és akkor odáig lehet rajta gazdálkodni. Csak hát az embernek egy kicsit leleményesnek kell lennie. Ugye ott nincs kialakított föld. Alapterülettel megvásárolható, az viszont nem egy egyszerű művelet. Ja, gyerekek, hát még tankolnom is kell, ennyit utazgatok. Még jó, hogy visszavettem hármasra az izét, az időt. Máskülönben már ki tudja, hogy mennyi lenne. Na, hagyom, hogy tízesen, akkor már lenne dél, vagy még több. Nem fociznak a fiúk a pályán. Nem. Ez az a föld. Hol van, ahogy hívják?
ez. Elég nagy ez a vetőgép ide, de hát se baj. Ja. Na, elég lesz, ez jó van. Fú, 54%, 53, 52, ajajaj. 50%, hüha. Hát remélem azért nem kell nekem bevetni az egészet. Akkor nem lesz elég a vetőmagom. Már ezt itt inkább leforgom. Csak azt sem tudom csinálni, hogy homlokrakodóval hozok egy zsák magot, mert nem homlokrakodós a traktorom. Igen, hát ez, erre emlékeztem, ugye a cukorrépa, a hagyma, a krumpli, az vetés szempontjából nagyon gyorsan fogy vetőmaggyanánt. Bár mondjuk vetőmaggyanánt ugyanúgy kéne fogynia, ugye normál esetben, mert a mag az mag. Krumplit szokták vetni ugye úgy, hogy vetőkrumpli ként, de meg a hagymát azt lehet magról vetni, mert ugye ezt föl lehet magoztatni. Basszus. És ez még csak 56%. És még van 11% anyagom. Lehet, hogy be kéne mennem a telephelyre. És venni egy... És megtölteni? Hát nem tudom. Ajaj, ajaj, ajaj. 3%. Kész, itt fagyott ki a vetőmagom. Haha. -72%-ban van kész.
Hú, basszus, most mi a fasz csinálok? Várjál. Szerintem muszáj vagyok egy picit csalni. Azt mondja, hogy magok, de nem fogom teletölteni, hanem set. Ennyit írjak be ide, 1000 litert. Ezer liter, és kifizetem. 1000 liter. Jó, így. Most akkor van benne 25%, 1000 liter magom. Mennyibe kerül a izé? Egy zsák vetőmag. 900 pénz. Akkor ennyit levonok magamtól. Azt mondja, hogy add remove minusz 900. Ja, nem vontam le, várjál. Így. Minusz 900. Így. Akkor ott van, minusz 900-at levettem magamtól. Jó. Így akkor most tiszta. Így ugye ki van fizetve. Nem is néztem mondjuk, hogy azok a zsákok egy tonnások, de szerintem annyi. Ó, nehogy már még a végén nem lesz elég esse. De ennek elégnek kell már lennie. Tíz százalék mag. Hát remélem, hogy elég lesz erre az utolsó sorra. Így. Na, hogy már még egy zsákot bele kelljen töltenem. Jó van, oda néz, 2% maradt benne, 94 liter, és pont sikerült befejeznem, fasza. Na, mit akartam begyűjteni a lóvét? Jó. Hogy baszódjatok meg a krumpli cukorrépa, na menj a frontbe ezzel a vacakkal. Oda néz, és keretbe izét a... Hát mondjuk a hagymának nem igazán. Na mindegy. Milyen a textúrája. Fel van összecsukás. Nem. Az X helyett az Y-on nyomtam. Lemegyek az öreg földjéről, ne tapossam tovább a izét. Vagy mi volt ez? Nem is néztem egyébként. Faszi vagy nő volt. Éj. Hú, tiszta messzes a makinám. Na se baj, mert most a izén az én földemen, a saját földemen meg szaros lesz. Úgyhogy tök mindegy. De már van 12 000 pénzem, amiből még veszek 3 zsák, 4 zsák vetőmagot, az 4000, meg 2 zsák műtrágyát. Az akkor most elég lesz nekem egy ideig. Nem igazán gazdaságos. Cukorrépát, hagymát, krumplit, meg sárgarépát vetni. Ezen a térképen sem. Bár szerintem egyiken sem.
Ja, itt hagytam a jó kis földemet. Na, de se baj azzal szerintem. Talán, mondjuk ebben nagyobb lett volna a kihívás, mert ez alaptalan. Az meg ugye egy tégalap. Forma. Még lehet, hogy egyszerű visszavásárolom. Nézd, itt a testvér a képen. Ajaj, mi van nullán az idő? Nem kettesen volt? Hetes, nyolcas. Vagy hármasan? Így, nem nulla. Nullára vettem vissza? Nem is figyeltem. Vagy talán az időt állítottam az előbbel? Hát én azt is elképzelem magamról. Az időt nyomtam félre. Majdnem becsődött a cég. De megmentett a bérmunka. Ha-ha, ez lesz a címe. Vagyis a gazdaság. Erre jócskán kell költenem most megint. Olyan nagyon sokat nem kerestem. Mert, hát ugye a magaz még viszi a pénzt. Jó, mondjuk a magaz az jóval olcsóbb, mint a műtrágya. És hogy azon izélok, hogy a műtrágyát... lehet, hogy ki kéne szednem a műtrágya szóróból. Mert van egy műtrágya szórom. Akkor... ebbe belerakni? Aha. Lehet, hogy az is lesz. Várjál, digány le. Így, nem ide, ide. Így, indíts csak be. Opa. Akaszd le. Azt hittem, hogy le volt akaszt, vagy fő volt akaszt. Vagy mi. Van 1000 liter, az is elég lesz egy ideig. Jó. Mehet vissza a kupakja. Ezt nem adom el, mert ezzel majd lehet bérmunkázni faszán. Csak jöjjön már egy kis lóvé. Bérmunkára mindahogy rá kell állnom. V. Q. Mondjuk tele nem lesz a vetőgép ezzel a műtrágyával, de akkor arra már nem kell költenem, mert az egy elég drága beruházás. Így, várjál, ne csukd be. A messze van? Messze van a messze? Jó. Hát nem lett tele. Na se baj. Na azt mondja, hogy a műt, a vető mag viszont üres. Ezt egyből mit akarok vetni? Ja, zabot, ugye? Árpa, búza, zab.
Zab, mindenhogyan zab lesz. Átpa, vagy búza, átpa, zab. És akkor vetőmag kell nekem. Pioneer magok. Ebből kell 4 zsák. Ez 2700 euró. ...8807 pénzem maradt. De most már lassan meg tudom majd tölteni, vagyis... inkább azt mondom, hogy meg merem tölteni a hítrágya szórómat, locsolómat is. Hogy baszódjál meg, hogy kicsit közelebb is akartad volna azt a, vagy nagyobb lehetne az izéje, triggere, hogy elérje azt a vetőmagot. Jó. Így. Ugye, itt le is akasztom ezt a, hogy hívják ott, vetőgépet. És fölveszem az ekét. Ennyi. Most már legalább 50-re van trágyázva a földem, le van meszelve. Mondjuk a meszelést azt ugye nem én csináltam, de nem is baj, hogy meg van meszelve. Na, hát gyerekek, köszönöm szépen a megtekintést, remélem nektek is tanulságos volt az a dolog, hogy, hogy ne vállaljatok burgonya, krumpli, cukorrépa, ezt jó megmondtam, tehát krumpli, cukorrépa, hagyma, sárgarépa, vetési melót, mert nem túl gazdaságos. Következő részben fogom csinálni a szántást és a vetést, aztán akkor is ki kéne valamit találnom, valamit kiokoskodni, valami kis pénzes megoldásost, mert ez így gazdaságtalan. Na, jók legyetek, szevasztok!